Na, szevasztok! Köszönöm szépen, hogy ismét gyűltek a feliratkozók. Most már azért csak haladgat szépen a dolog előre. Egyébként megérkezett az újabb száma a Legendás Buszok a Múltból című magazinnak, és egy Ikarusz volt hozzá, látjátok ti is, hogy hogy néz ki. Hát ez nagyon pöpec. Nekem ez tetszik a legjobban az összes eddigi busz közül. Nagyon faint, figyeljetek! Hiába ment fel az ára 3300 forint környékére, akkor is nagyon jók ezek a kis magettek, szerintem abszolút masszívak, szépek, tehát odafigyeltek a gyártásnál, és tényleg nem úgy összedobálták őket, hogy töredezett meg minden, hanem tényleg nagyon fainak. Szóval kell mindegyik szám, majd az első számot kell még utólag majd megszerezni valahogy. De most igazság szerint ez lenne a lényeg, a gigant. Mert hogy haladtam vele megint, bár nem sokat, mert ma értem haza éjszakából. Tehát ma éppen még semmit nem csináltam vele, pont most fogok majd hozzá. De jelenleg így néz ki, látjátok. Ott van már a kürt is a tetején, a légkondi is, a tetőszerelvények egy része már fönt van. Nem mind, csak egy része. Hát ez az oldal még sehogy nem áll, meg még ez se. De így ez az orra azért már most már lassan kész van. Tehát így néz ki, jelen állás szerint. Hát talán ma már kész lesz. És a tervem az, hogy most megcsinálom ezt a gigantot, ez lesz a prototípus, és ezután építeni szeretnék egy pár darabot magamnak. Utána pedig majd valószínűleg papagáj szili fog következni. Illetve majd ugye a BDV-mot, a régi nagy álmom, azt kellene valahogy megépíteni. Majd meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni a dolog. Szóval ennyi erről. Ugye ennél a gigantnál már rengeteg új megoldást alkalmaztam, amit ugye az UFO-nál megtanultam. Például ugye a tető is itt habosított PVC-ből készült, és ugye beletreszelve itt szépen ferdére, úgy, hogy az eredeti giganton is, és arra került rá három darab polisztirol lap, hogy a gigant teteje is ott van, tehát lényegében ugye ez így készült el, ez a rész, tehát így sokkal életűbb lett, fainabb lett a tető is, akkor mit kell még elmondani, hogy ki lettek vágva szépen ugye a dolgok oldalt, az is azért, hogy olyan legyen, mint az eredeti gigant, ugye amit januárban építettem gigantot, az ott elcsesztem minden ilyesmit, tehát azért ez már egy fokkal másabb. Akkor ugye az ablakkeretek feketére lettek festve, nem tudom mennyire látszik, ugye mintha ott olyan ilyen gumi keret lenne. Akkor itt vannak a visszapillantó tükrök, ezek sem olyanok már, mint ugye annak idején az előző kivitelek, hanem már ennek van rendes tartója. Akkor ott a légkondi be van rácsozva, mintha azért szellőző lenne rajta. Akkor a kürtök előtt ott van a rács, tehát rengeteg újítás van ezen a járgányon is. És hát ugye folyamatos tapasztalatok alapján fogom majd a végleges verziót megcsinálni, mert ez egy kísérleti verzió lesz. Tehát erről nem is egy olyan építési napló készül, mint az előző modellekről, hanem majd meglátjátok. Ugye valószínűleg ezt a gigantot legközelebb akkor fogjátok látni, akkor már teljesen elkészült. Hát ennyi lett volna ez a videó, én köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és sziasztok!